Ha a háború van a szomszédban, akkor nem érezheted magad biztonságban, nem csak a fizikai, hanem a gazdasági biztonságunk is veszélyben van, mondta Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádió Jó reggelt Magyarország című műsorában. Ha Európa úgy tekint erre a háborúra, hogy ez az ő háborúja, akkor még nagyobb lesz a veszély, fogalmazott a miniszterelnök. Orbán Viktor szerint nincs jele annak, hogy érdemi orosz-amerikai tárgyalások lennének. A kormányfő szerint a szankciós politika egy lépés a háború felé. Ugyan egy gazdasági természetű dologról van szó, de ez egyben állásfoglalást tette hozzá. Óvatosan kezdte februárban a háborús viszonyulást, de egyre több olyan intézkedést hoztak, ami közelebb vitt a háborúhoz, mondta a kormányfő. Folyamatosan erősödtek a szankciós lépések, sőt, ma már lassan nekünk kell finanszírozni Ukrajna működését. Lépésről lépésre csúszunk bele a háborúba, mondta Orbán Viktor. Mi békét akarunk, de rajtunk kívül senki nem követi a mi álláspontunkat. A szankciókkal gazdaságilag tönkretesszük magunkat. Jó ötletnek tűnik egy szankció, még igazságosnak is érezhetik sokan, de a végén elég hamar kiderül, hogy ezzel magunknak nagyobb kárt okoztunk, mint az oroszoknak, akiket megcéloztunk a szankciókkal. Most már szankciós energiafelár van, szankciós infláció van, az egész európai gazdaságnak a süllyedését a szankciók okozzák.